Alacsony a Velencei tó vízállása, a vízszint ugyanis a szabályozási minimum alá 135 cm-re süllyedt. Ez a mennyiség jóval kisebb, mint az előző években regisztrált átlag, ezért döntött a vízügyi igazgatóság a pótlás mellett. Ma reggel 7 órakor nyitották ki a Pátkai és a Zámói víztározó zsilipjét, azóta másodpercenként fél köbméter víz indul a Velencei tó felé. A vízeresztés nagyjából egy hónapig tart, és ez idő alatt a Velencei tó vízszintje 16-18 cm-rel emelkedhet. 10 nap múlva a másodpercenkénti vízmennyiséget a másfélszeresére növelik a szakemberek, így a Velencei tó vízmennyisége május elejére 4,5 millió köbméterrel nő meg. A vízügyi igazgatóság vezetője azt mondja, a vízpótlást követően sem éri majd el a tó vízszintje az optimális szintet, de az idegenforgalmi szezon kezdetére elérik a megfelelő mélységet. Mind a két tározóban hagyunk vizet. Tehát a Zámai tározóban egy 300 cm, Pátkán pedig egy 420 cm-es értéket. Ez amiatt fontos, hogy a tavaszi időszakban hát egyrészt elindult a vegetáció, ugyanúgy az élővilág elindult, tehát nagyon fontos, hogy ilyenkor figyelembe vegyük a halakat, kétéltűeket, illetve hát a madarakat, akik már párba álltak az Zámai tározónál. A tározók megnyitása érinti a kerékpáros közlekedést is. Víz alá került ugyanis a Székesfehérvár-Kisfalu-Dinnyés közötti bicikliút M7-es autópálya alatti szakasza, így azt május elejéig nem lehet használni.